Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Itt látható ez a hajó, és szimbolizálja a reményt. Ő reménykedik abban, hogy jóra fordulnak a dolgok, vagy lesz egy találkozás, elfogadod az érzelmeit. Ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, mint például egy közös nyaralásnak a tervezése. Amennyiben külföldön él, akkor ez lehet egy meghívás is. A két kártya együtt jelenti a beszélgetéseket, ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása, vagy lehetnek internet kapcsolatok is. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható ez a kereszt, és ő hisz abban, hogy minden jóra fordul, hogy te szereted őt, itt lesz egy találkozás, hiszen a sors utatok itt kereszteződik. Ez a kereszt jelent döntéseket is, hiszen elérkezik most az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és ez jelenti a döntéseket. Milyen lépéseket tesz irányútba, itt ő megjelenik. Tehát itt lesz egy találkozás, megvannak az elvárásai is, hogy te felnézz rá, megbecsüld őt. És az aktuális energiát itt a madarak jelzik, a könnyűséget, a szabadságot, a vidámságot és a kommunikációt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!